új csarnokkal bővítette termelőkapacitását a napkori GameTech Kft. A darúgyártó vállalkozás termékeinek 60%-át külföldön, Németországban, Belgiumban, Csehországban, Svédországban értékesíti, de szállítanak Egyiptomba és Dél-Afrikába is. Az átadó ünnepségen résztvevő Szijjártó Péter miniszter 35 perci műsorunk vendége is volt. Azt mondta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiváló gazdasági teljesítmény nyújtott 2021-ben azok a mezőgazdasági és élelmiszeripari hagyományok, amelyek messze földön híresek, azok egyértelműen predestinálják a térséget arra, hogy, hogy ezen a területen még többet tudjon tenni, még jobb legyen. És hát ugye vannak itt azok az ipari hagyományok, amik alapvetően a, a gépiparra vagy az autóipari beszállítása adnak újabb lehetőségeket. Ugye élelmiszeripari terén az egyik legnagyobb magyar vállalat, a Mastergood is itt van a, 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 a megyében. De egyébként, amikor a tavalyi év számait nézem, akkor azt látom, hogy 60 nagy beruházást tudtunk támogatni ebben a, a megyében, a kormányzati támogatással. Ez a 60 beruházás 120 milliárd forintnyi összeget jelentett, ebből 26 milliárd forint a kormányzati támogatás, és ennek nyomán 12 ezer munkahely jött létre, illetve menekült meg a világjárvány hatásaitól függetlenül. Ez a harmadik helyre teszi már bereg megyét a megyék közül a beruházási aktivitás tekintetében. Szerintem, ha itt is visszanézzük ezt a 10-12 évet, amit előbb itt említettem, akkor, akkor ez a megye sokkal másabb és sokkal rosszabb a helyzetben volt. Úgyhogy az elmúlt 10-12 év elképesztő fejlődés hozott a megye életében. A tárcavezető arról is beszélt, hogy folyamatosan támogatják a szomszédos Kárpátalja magyarságát gazdasági, egészségügyi és oktatási területen. Az ukrán kormányjal viszont nehezen értenek szót, mert a magyar támogatások ellenére ők folyamatosan szűkítik a nemzetiségi jogokat. Éppen ezért a magyar kormány addig nem fogja támogatni Ukrajna uniós és NATO-hoz történő csatlakozását, amíg ez a tendencia folytatódik. Most is tettünk egy hatalmas gesztus szerintem, azzal, hogy lehetővé tettük 700 millió 700 köbméternyi gázszállítását Magyarország irányából Ukrajna felé. A berek átadási ponttal az éve első három hónapjában hozzájárulunk az energiabiztonságukhoz. Ha éppen kellett küldeni oltást, oltást küldtünk, hogyha lélegeztetőgép kellett, lélegeztetőgépet küldtünk. Ha volt, hogy klóra volt szükség a víztisztításhoz, azt küldtünk, finanszírozzuk az iskolákat, a kulturális intézményeket, a templomok működését, a főiskola működését, és ehhez képest mindig jönnek a negatív impulzusok. És megmondom őszintén, hogy nem pontosan értem ezt, mert mert tudják az ukránok, hogy, hogy Európába és a transatlanti közösségbe is, tehát mind az EU-ba, mind a NATO-ba Magyarországon keresztül vezet az út. Nem csak földrajzilag, hanem politikailag is, mert ha mi valahol nem járulunk hozzá a konszenzusos döntéshozatal során Ukrajna integrációjához, akkor Ukrajna nem fog integrálódni ezekbe a szervezetekbe. A miniszter arról is beszélt, hogy a közelgő parlamenti választások előtt mindenél intenzívebb kampányra számít, amelyben nem csak a hazai pártok, hanem külföldi szervezetek is aktívak lesznek.